A Fejér megyei múzeumok igazgatósága egy uniós pályázatnak köszönhetően 68 millió forintot nyert egy régiség és látványtár kialakítására itt az országzászló téri épületben. A látványtár Marosi Arnold nevét viseli, aki a 20. század első felében újjáélesztette a múzeum ügyet itt Fejér megyében és Székesfehérváron. A látványtárban a Marosi Arnold vezetése alatt kialakult múzeumi törzsgyűjteményre alapozva mutatják be a század előn egységként kezelt múzeumi gyűjteményt. Próbáltuk megidézni ezt a korai hangulatot egy régiségtárban, ahol az említett tárgyi anyagok egy térben jelennek meg. Az elmúlt időszakban megvalósított beruházások, az új néprajzi kiállítás, a foglalkoztató terem és program, és a mostani látványtár komplex minden korosztály számára használható tudást nyújt. 177 millió forintot sikerült költenünk erre az épületre. Ez azokban az időkben, amikor nem a fejlesztés a jellemző, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép eredmény. Napjainkban egyre kevesebb forrás jut az intézmény fenntartóknak a fejlesztésekre. A pályázati források jelentik az egyetlen megoldást a korszerűsítésre. Mindenképpen a pályázati úton megszerzett pénzek azok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy az ilyen típusú intézményekben fejlesztéseket hajthassunk végre. A látványtár 185 négyzetméteren akadálymentes formában került kialakításra.